Nazdenka rújvjel, harás só van benne, paprika meg súly, bizonydá. Nagyba, úgy bizonydá, vávály, jó. Vegyes gyümölcs ízű szeszesítel, de ez is szeszesítel. Jó kis vegyi gyümi, hogy az apám egyébként mondta, nagyba egyébként pálinka. Ez is pálinka, pálinka, de... Vagy lényeg, úgy bizony, de nagyba egyébként bécsapok egyébként a húrokba, ú, nádarobja herásó, csak nyitok előtte egyébként jó kis vegyi gyümit. Ez is vegyi gyümi. És hozzá jó kis sör, sör, sör. Meg fű. Na, va. Fű, fű. Iszok nagyon ki, csporlad, ki, szárad a gigám, világ. Lá. Na, ugye. Na, ugye. Na, egyébként, amiről egyébként akarok egyébként nagyba így szónokolni, vagy legalábbis szóni. Na, te ugye. Na, ennyi volt. Hát ez óvodások is megisznak ennyi pálinkát, hogy viszont. Na tehát, az egészen a lényege, de hogy finom volt. Tehát nagyba, VV Soma, nagyba ugye találkoztam egyébként véle. Arra szíme a csidejújának, hogy a nagy találkodás, de amelyiként kiakasztott egyébként kurvára, de ittok jó kis sört, hogy ugye bár nagyon sokan a csommentben rengetegen támadják, ezt a vévés homály. És egyszer nem értem, hogy miért bazd meg. Tegnap egyébként az unoka ecsém, ő rátalált, mert ottan volt. Na, az erre bizony, dobri becsen. Az olyan a csillagóba, és az a legészek a csillagóba, hogy egyszer egyébként nem értem azt, hogy egyébként megbasszátok meg, hogy miért kell egyébként egy olyat támadniú, vagy... Tehát ez a VV Soma ú, Soma, de... elgyűjt, és nagyba Bartosista csajándékokat hozott. Na most, nagyon jó tudhatta egyébként azt, hiszen egyébként benne van egyébként a csidejójába is, majd be lesz csilinkülve nagyba a csidejó alá. És egyébként senki egyébként nem mondja azt, hogy én ezért én pénzt kapok, vagy bármit, hogy ilyeneket egyébként, tehát ugye elregélyek, vagy senkitől egyébként nem kapok. Ez a böcsület érzésemet így sérti. Mert ugyanis én a nagy hulladék megsemmisítő, hiszen egyébként itten is van a gyomromra rátetoválvadá. Tehát mindenki egyébként, aki lássa, nézi egyébként nagybacs idejókat úgy bizonytáv. Az nagyon jó tudja egyébként azt, tehát, hogy én a Frutyubon egyrészt szellemi dolgokat is egyébként csinálok. A szellemi részt kiegészítem nagyba a mindenevéssel. A mindenevéssel ugye a mindenevésben minden beletartozik. Tehát gyakorlatilag fönnakadtak azon a dolgon nagyon sokan bazd meg, hogy mit tudom én mondjuk, én nem tudtam, hogy mi az a pina, vagy punci sikosító. Nem tudtam, egyébként ez valóban így van, és hogy mit tudom én mondjuk, hogy azt a Soma, ez, mondjuk a Soma ezt rám cseröltette, semmiféle cseröltetésről nem volt szó, mivel én mindent megeszek, megizok. Körülbelül egyébként úgy állítják be egyébként a csommentülők, bazd meg, mintha a Soma
az körülbelül egyébként ilyen ciánt, vagy valami mérget adott volna nekem, vagy valami... Tehát valami mérgező, valamit, vagy ciánt, vagy nem tudom, minek, vagy nem tudom milyen mérgek, vagy valami sósavat öntött volna. Nem. Nagyon jó tudta egyébként a somaú, és nem védeni akarom a gyereket, de egy nagyon szimpatikus, egy nagyon korrekt sávó tükröződött ki egyébként a találkozásból, de amit egyébként beszélgettük, ami nem biztos, hogy minden fönn van a videóm, megösmerkedésünk, stb. De egy nagyon, ha csapitalista, ha nem csapitalista, én bartosista vagyok, attól függetlenül a nézeteim nem változtak, viszont egyébként azok meg álljanak egyébként le a nagyba egyébként a csommentülésekkel, hogy mit tudom én mondjuk, nem fölolvasom. Én a Fruityube keretein belül a nyers csiga evéstől elkezdve bazd meg, a körömlemosó ivásom, tehát amit így a 10 éves pályafutásom alatt mondjuk a Fruityube-on csinálta, nyers csiga evés, körömlemosó ivás, körömlaklemosó ivás, kutyaszarevés, 30 szál égő cigaretta megevése, stb. 2009-ben, csak nézem az időt, mert lejár a memória kártya, de amikor még a csoma egyébként még pólyás baba nem volt, vagy nagyon régen, még talán a szülei egyébként meg se születtek talán, de akkor én már nagyban ezeket csináltam, mivel vasgyomromban nem kell egyébként csagodni, mindent egyébként kibír. Most az, hogy meg lehet nézni például a Bartos 4-et, mindenki üsse be egyébként, az 10 évvel ezelőtt is, a Bartos 4, mindenfélét. Nem csak ilyen pinasikasítót iszok, mindent, amit el lehet képződni. És az 10 évvel ezelőtt is ide jó. Tehát gyakorlatilag egyébként van egy szöllemi rész és egy gyakorlati rész a bartosizmusra. Most az egyébként, hogy a Soma esztet hozta, miért baj? Tehát miért támadjátok ezzel egyébként a Somát? Tehát nem is értem egyébként, hogy a Somát ezért miért kell egyébként támadni, vagy egyáltalán, hogy mit tudom én, miközben megnézhetitek a Fruityube-ra, valaki fölmegy és beírja, hogy Bartos Csircsván, vagy Bartos, stb. Rá kell ütni, hogy mit tenni, hogy villanykörtelvéstől elkezdve minden. Csavarokat ettem, mindenfélét. Majd szerintetek egyébként majd kifog rajtam egy kis pinasikasító. Nem fog egyébként ki rajtam, és éppen ezért egyébként miért kell támadni egy olyan embert, aki jó indulattal nagyban együtt hozzám megcsalákot ugatni, stb. Udák. Ez van. És mit tudom én mondjuk, hozott olyan dolgokat, ami bartosista dolgok. Mert ezek bartos. A macska kaja egyrészt bartosista, akkor jó, ezt nem ösmertem, ezt a sikosítót. De attól fő, miért kell támadni? Tehát rögbös támadni. Tehát nem értem egyébként az egésznek a... Tehát ez egy hülyeség egyébként, de hogy... Aki egyébként ösmereiköt engem, az nagyon jól tudja, hogy mindent megeszek. Megiszok, ami nem mérgező, nem ciánt adott, nem permetlét adott, nem semmi, nem tudom mit csinál, hanem ez, azt a sikosított. És akkor ezzel mi a probléma, bazd meg? Semmi. De. Úgyhogy én egyébként megvédem egyébként a Somát, mert mit hozott volna egy Bartosnak? Nagyon jól tudta, hogy milyen az étre, nem? Kaviárt hozott volna, bazd meg. Hát nem. Úgyhogy álljatok le egyébként nagy bacsón mentekkel. Mert íz lett is egyébként nagy badacsíkosító konyezdá.